A vagyon visszaszármaztatási törvény tartalmazza a kollektív bűnösség elvét a magyarokra vonatkozóan is. Erről mi a véleménye? Úgy gondolom, hogy döbbenetes ez a tény, az, hogy egy Európai Unióba igyekvő ország egy ilyen törvényt hozott meg 2011-ben, az egyszerűen érthetetlen, megmagyarázhatatlan. Joggal merül fel a kérdés egyébként számos Európai Uniós tagállamban, hogy hogyan fog Szerbia viselkedni, hogy hogyan viselkedne akkor, amikor majd egyszer az Európai Unió tagja lesz, hogyha jelen pillanatban képes volt egy ilyen törvényt meghozni. Ugyanakkor ez is joggal merül föl, és úgy gondolom, hogy elég világos a válasz, hogy mit szólt volna a vajdasági magyarság akkor, hogyha Boris Tadic a köztársasági elnök választás második fordulója előtt 2008-ban ezt ígérte volna. Én úgy gondolom, hogy nem nyerte volna meg a köztársasági elnök választás 107 ezer szavazattal, hogyha azt mondta volna, hogy 2011-ben aláír és kihirdet egy olyan törvényt, amely a magyar közösség megbélyegzését jelenti. Természetesen megszavaztam ezt a törvényt, ugyanis a vagyon visszaszármaztatási törvényről van szó, tehát ennek a törvénynek a tárgya nem a kollektív bűnösség fogalmának a meghatározása volt. Ezt alá szeretném húzni, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan rosszul interpretálják ezt az egész rendelkezést. Az, amit el kell, hogy mondjuk, hogy elsősorban a törvény azzal, tehát az a bizonyos szakasz, törvényszakasz, amit olyan nagyon sokat vitattunk, és amiről olyan nagyon sok szó volt, arról beszél, hogy azokat az embereket fosszák meg a vagyon visszaszármaztatási joguktól, akik a II. Világháború alatt a megszálló seregeiben harcoltak. Tehát a törvény szelleme értelmében a vagyon visszaszármaztatási ügynökségnek lesz majd az a feladata, hogy meghatározza, hogy mely emberek tartoztak a megszállók közül, illetve mely emberek nem tartoztak. Fölmerül a kérdés például, hogy vajon a szerb állam tudja-e, van-e adatbázis arról, hogy kik voltak ezek az emberek? Akár magyar, akár más kisebbségről van szó. Németek, stb. Tehát tudjuk-e pontosan, kik voltak a megszállók hadseregében? Tehát feltételezésem szerint lehet, hogy pontosan erről sokkal komolyabb adatbázisa van a magyar államnak. Tehát ez még egy kérdés, amit majd akkor fogunk igazán megoldani, amikor sor kerül az egész procedúrára. El kell, hogy mondjam, hogy tehát rászavaztam a törvényre, természetesen rászavaztam, azért, mert egyetlen egy szakaszában, egyetlen egy rendelkezésében nem említi a kollektív bűnösségnek a fogalmát, tehát ez egy rossz interpretáció azoktól a politikai erőktől, akik így próbálták minősíteni a törvénynek a rendelkezését. Véleményem szerint egy nemzetet nem ítél el, bármilyen dologról is lenne szó, tehát elég veszélyes, elég komoly dolog általánosítani ebben az ügyben. Tehát véleményem szerint Szerbiában egyetlen egy kisebbség nincs hátrányos helyzetben, nem nyomtuk rá a kollektív bűnösségnek a bélyegét, és szerintem bármelyik magyar ajkú, magyar nemzetiségű szerbiai állampolgár fogja tudni érvényesíteni az alkotmány, illetve a törvény adta jogát. Az EU integráció keretében az EU elveivel ellentétes jogszabály született. Miért? Szerintem ez nem így van pontosan, hiszen tudnunk kell azt, hogy a vagyon visszaszármaztatási törvény is egy olyan európai elveket való törvény, amely nekünk feltétel ahhoz, hogy megkapjuk az európai tagjelölt státuszt. Tehát ebből kifolyólag az Európai Bizottság is osztályozta a törvényjavaslatot, még mielőtt a parlamentbe bekerült procedúrába, tehát nyilvános rendes folyamatban ez a törvényjavaslat osztályozva volt, és az Európai Bizottság pozitívan értékelte a törvényt. Tehát ettől fogva nem mondhatjuk azt, hogy ez a törvény az európai elvekkel ellentétes. Azt tudnunk kell tehát, hogy modern Európa és az egész demokratikusan beállított világ, tehát az, aki demokratikus elveket vallja, az antifasizmusnak az elvét is vallja, és ez véleményem szerint Szerbia is ehhez a világhoz tartozik, és ugyanúgy tehát minden olyan nemzet és nemzetiség, aki Szerbiában él, ezt az elvet vallja. Ettől fogva véleményem szerint ez a törvény nem ellentétes az európai tagság, tehát az európai elvekkel szemben. A szerbi parlamentben ideológiai értelemben egy konszenzus közeli állapot alakult ki, és úgy gondolom, hogy
ez az első és alapvető oka annak, hogy ez a törvény ilyen formában megszülethetett. Ugyanakkor törvényalkotási szempontból, törvényalkotási eljárás szempontjából azért születhetett meg ez a jogszabály, mert a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a G17 plusz, a Liberális Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Nyugdíjasok Pártja megszavazta, egyhangulag megszavazta ezt a törvényt. Az a magyarázkodás, amelyet Pozsidár György miniszterelnök helyettestől hallhattunk az elmúlt napokban, amely szerint nem volt más lehetőség, mert hogy a parlamenti többség csak ezt volt hajlandó megszavazni, ez úgy gondolom, hogy nevetséges, mindenki tudja ebben az országban, hogy azt, amit a köztársasági elnök úr kabinettjében eldöntenek, azután a keresztül megy a törvényhozáson, úgyhogy ha nem ez a döntés született volna, akkor nem ilyen törvény született volna. Mi a fontosabb az Európai Unióhoz való gyorsabb közeledés, vagy a magyarság jogainak védelme Szerbiában? A VMS számára ez egy nem létező dilemma, ez egy áldilemma. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2008-ban egyetlen tisztséget kért magának a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádban, ez pedig a Parlament Integrációs Bizottsági elnöki tisztsége volt. Tettük ezt azért, hogy egyrésztről szimbolikusan azt üzenjük, hogy a VMS számára mennyire fontos az európai integráció, másrészt pedig tettük ezt azért, hogy vállaljuk annak a felelősségét, hogy az integráció parlamenti részét a VMS vállalja magára. A kisebbségi jogérvényesítés szempontjából pedig úgy gondolom, hogy nem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy nem volt az elmúlt 4 évben egyetlen olyan törvény sem, mely bármilyen szempontból, kisebbségi jogi szempontból tartalmazott olyan rendelkezést, amelyel kapcsolatban meg kellett nyilatkozni, álláspontot kellett megfogalmazni, módosítási indítványt kellett benyújtani, hogy ezt nem tettük volna meg, és nem tettük volna meg ezt több-kevesebb sikerrel. Ez a két kérdés nagyon szorosan kapcsolatban van egymással, viszont megint hangsúlyoznom kell, hogy a vagyon visszaszármaztatási törvénynek a tárgya nem a vajdaság, illetve szerbiai magyarságnak a jogairól szól, hanem arról szól, hogy hogyan fogjuk visszaszármaztatni azoknak az embereknek a vagyonát, akiktől a II. Világháború után az akkori jugoszláv állam elkobozta. Tehát véleményem szerint itt megint összemossuk ezt a témát, tehát nem konkrétan foglalkozunk azzal, ami a törvénynek a tárgya, és teljes mértékben állítom, hogy a mostani hatalmi koalíció igenis tudatában van annak, hogy mennyire fontos az, hogy kiálljon minden szerbiai polgár, így minden nemzeti kisebbséghez tartozó polgár jogai mellett, tehát véletlen sincs arról, hogy mi most bármi úton, módon magyarokat kiadtuk, vagy hogy a magyaroknak a jogait nem harcoltuk ki. Tehát minden szerbiai polgár számára biztosítani kell a jogokat. Ez a véleményem. És még egyszer csak hangsúlyoznám azt, hogy az Európai Bizottság pozitívan osztályozta ezt a törvényjavaslatot, tehát hogyha az alkotmánnyal ellentétben lett volna, vagy hogyha az emberi jogokat nem tartotta volna tisztában, vagy a nemzetiségi jogokat nem tartotta volna tisztában, biztos, hogy nem adta meg volna neki azt a pozitív osztályzatot, amivel ez a törvényjavaslat bekerült a parlamenti folyamatba, és ahogyan meg is hoztuk ezt az egész döntést. Valós problémák, félelmek merültek fel a parlamenti vita során, vagy ez már választási kampány? Véleményem szerint igen, most már választási kampányról beszélhetünk. Sajnos olyan érzésem van, hogy azok a politikai erők, akik azt állítják, hogy a magyar emberek kollektívan bűnösek egy bizonyos háborús bűni, amit elkövettek a múlt évszázad elején, vagy a múlt évszázad közepén, azok a politikai erők, akik ezt állítják, megpróbálnak félelmet, bizonytalanságot hinteni a közvéleményben, megpróbálják az embereket megint egy kicsikét bizonytalanná tenni. Sajnos az elmúlt 20 évben ezt nagyon sűrűn tapasztaltuk. Tehát általában, amikor választások következnek, akkor
minél több ilyen témáról beszélünk, hogy a vajdasági magyarságnak nincsenek meg a megfelelő jogok, a vajdasági magyarság kollektív bűnös, sajnos aláhúzom, mélységesen sajnálom, ilyenkor jönnek elő a nemzeti alapon történő veszekedések is, amit a választások utáni időszakban nem igazán emleget senki, viszont már fültönői vagyunk és szemtanúik vagyunk, hogy igen, vajdaság szerte már vannak ilyen veszekedések. Tehát aláhúzom még egyszer, tehát véleményem szerint igenis ez már politikai propaganda, és egyetlen egy komoly politikai párt, erő talán nem ilyen fegyverekkel, hogy induljon a választási kampányba. Tudom, hogy sajnos nem a választási kampány része, és ezt a megalapítást arra alapozom, hogy most már elég hosszú parlamenti tapasztalat a hátunk mögött, egyszer sem voltunk olyan helyzetben, hogy a plenáris ülésen, tehát az ülésteremben elhangzott vita, elhangzott vélemények, elhangzott érv, ütköztetések a folyosón folytatódtak volna. Ez volt az első olyan eset, amikor azok a megnyilvánulások, amelyeket az ülésteremben hallhattunk, azokat a képviselőtársaink a folyosón is elmondták nekünk, és ez arról szól, hogy egy mélyen begyökerezett gyűlölet van elsősorban a mi esetünkben a magyar közösség irányába, de nem csak a magyar közösség irányába, hanem mindazon népek irányába, akik a II. Világháborúban a vesztes oldalon álltak. Hogyan értékeli a törvény kapcsán kibontakozott társadalmi, nem politikai vitát? Az elmúlt 3 hétben, és itt most a vajdasági magyar közvitáról beszélek, nem volt egyetlen egy olyan megnyilvánulás sem, amely arról szólt volna, hogy helytelenül jártunk el, amikor ezen törvény ellen szavaztunk, és amikor megpróbáltuk a kollektív bűnösség elvét kitöröltetni. Nem volt egyetlen egy olyan magyar ember, aki azt mondta volna nekünk az elmúlt néhány hétben, hogy ezt rosszul tettük. Ez úgy gondolom, hogy arról szól, hogy egy nagyon-nagyon jelentős vajdasági magyar konszenzus van a körül, hogy ez a törvényrendelkezés, ez elutasítandó. Ezzel együtt, vagy emellett jó érzéssel tölthet el bennünket az, hogy példátlan, korábbi évekbenhez képest példátlan módon mellénk állt a anyaország is. Mondom, hogy ez mindenképpen erőt adó és dacra okot adó. Egyetlen megválaszolandó kérdés maradt a mi számunkra ezen a közvitán belül, az pedig az, hogy hogyan tudtak a lelkiismeretükkel elszámolni azok a magyar képviselők, az a 3 demokrata párt és 1 liberális demokrata párti képviselő, aki megszavazta ezt a törvényt. Én úgy gondolom, hogy ez az egy kérdés maradt a vajdasági magyar közvita keretében, amire még talán választ vár a vajdasági magyar közösség. Nem politikai vagy társadalmi vitát, ugye, erről van szó. A demokrata párt alapelvei közé tartozik az is, hogy nyíltan tud vállalni társadalmi vitákat, bármilyen téma legyen az. Tehát számunkra nincs olyan téma, amiről hallgatni kell, vagy esetleg menekülni kellene a témának a megvitatásáról. Így van ez, amikor a vagyon visszaszármaztatási törvényről is van szó, tehát amiről nagyon sokat beszélgettünk az utóbbi időben. A képviselői csoportunk is vállalta ezt a vitát a parlamentben, a különféle bizottsági üléseken, egyeztetéseken. Természetesen meghallgattuk az összes érvet, amit felhozott úgy az egyik fél, mint a másik fél, a képviselői csoportok. Analizáltuk ezeket, próbáltuk olyan optimális keretek közé hozni a törvényt, hogy az egy nagyobb képviselői csoport számára elfogadható legyen, és így hoztuk meg tehát a törvényt. Egy nyitott társadalmi vagy politikai vita alkalmával, és hangsúlyoznám, hogy ezt a törvényt az Európai Bizottság pozitívan értékelte. És amit még el szeretnék mondani, tehát a törvény a kollektív bűnösségnek a jogát egy pillanatig sem nem tárgyalja, egy betűvel azt nem írta le. Szerintem ez csak egy téves interpretáció, lehet, hogy szándékosan téves interpretáció. Tehát demokrata pártnak a részéről véleményem szerint az egész társadalmi vitában, politikai vitában, amit ez a törvény körül folytattunk, természetesen komoly szerepe volt, és igenis hasznosan és eredményesen zártuk ezt a vitát.
Elégedett a közvagyonról szóló törvény vajdaságot és az önkormányzatokat érintő rendelkezéseivel? Igen, a másik igen sokat vitatott törvény az utóbbi időben pontosan a közvagyonról szóló törvény volt. A közvagyonról szóló törvényt már szintén vagy 20 éve várta ez a közösség, hogy meghozza a parlament. Most érkezett el az az időszak, amikor ez időszerűvé vált, és megvolt hozzá a megfelelő politikai erőknek a megfelelő politikai akarata, hogy megszülessen ez a törvény. Tudni kell azt, hogy a közvagyonról szóló törvény mérföldkőnek számít a vajdaság és a helyi önkormányzatok kapacitásainak a megerősítésében, tehát mindenféleképpen egy nagy-nagy eredmény ennek a hatalmi koalíciónak, hogy ez a döntés megszületett. Természetesen itt is egy nagyon hosszú egyeztetési időszak volt mögötte, tehát itt a tartományi, illetve a köztársasági kormány is nagyon sokat tárgyalt, amíg el tudtak jutni egy közös nevezőre, és aggaszt az a tény, amikor megint csak politikai propaganda címén egyes vajdasági pártok komolyabb javaslatot nem téve csak kritizálni tudnak, és nem a pozitív oldalait és a pozitív lehetőségeit hozzák ki ennek az mostan meghozott törvénynek. Tehát mindenféleképpen nem jó politika, és talán nem jó üzenet az, hogyha azért, mert úgy érezzük, hogy most pont nem mindent úgy hagyott jóvá a törvényjavasló, illetve a többség, amelyik meghozta a törvényt, akkor úgy döntünk, hogy akkor ettől a pillanattól fogva leblokkoljuk a törvényhozásnak a folyamatát, tehát nem szavazzuk meg, vagy nem adunk éppen kvórumot a törvénynek a meghozatalához. Tehát nem ez a legjobb megoldás. Véleményem szerint, még egyszer aláhozom, hangsúlyozom, hogy igenis egy nagyon komoly eredmény az, hogy ezt a közvagyonról szóló törvényt a parlament meghozta, és biztos vagyok abban, hogy úgy Vajdaságnak a kormánya, tehát a Vajdaság autonóm tartomány, mint a helyi önkormányzatok nagy-nagy hasznát fogják majd látni. VMS nem elszavazott a köztulajdonról szóló törvénnyel kapcsolatban. Tettük ezt számosokból, elsősorban azért, mert ez a megszületett törvény nem meríti ki mindazt a lehetőséget, amelyet a hatályos alkotmány vagyonjogi decentralizáció tekintetében nyújt. A Vajdaság esetében most már évek óta egy világos tendencia figyelhető meg, aminek az a lényeg, hogy egyre inkább leszakadó régiójává válik Vajdaság ennek az országnak, és ez egyetlen egy módon lenne megállítható, hogyha a gazdasági helyzet, a gazdasági állapotok megváltoznának Vajdaságban, ahhoz pedig, hogy a gazdasági helyzet megváltozzon, hogy beruházások érkezzenek az országnak ezen részébe, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ez a régió fejlett infrastruktúrával rendelkezzen, fejlett úthálózattal, fejlett vízi infrastruktúrával és fejlett vasúti infrastruktúrával. És mivel a köztulajdonról szóló törvény sem a hajózható vízi infrastruktúra, sem a vasúti infrastruktúra esetében nem látja elő azt, hogy Vajdaság bármilyen fejlesztési lehetőséghez jusson, pedig tulajdonosként ebben a kérdésben, ezért a mi számunkra nem volt elfogadható ez a része a törvénynek. Ami az önkormányzati és a helyi vagyont illeti, van a törvénynek egy olyan rendelkezése, amely szintén teljes mértékben elfogadhatatlan a számunkra, ez pedig a helyi közösségek vagyonjogi helyzetét rendező jogszabály, vagy jogszabályi hely. Azt mondja ez a rendelkezés, hogy innentől kezdve a helyi önkormányzatok dönthetnek gyakorlatilag szabadon abban a tekintetben, hogy mely ingatlanok maradnak a továbbiakban a helyi közösségek használatában. Ez Szerbiában ahhoz fog vezetni, hogy ott, ahol ellentétes összetételű a helyi közösség és a helyi önkormányzat, ott biztosan elindul a helyi közösségeknek az ingatlanoktól való megfosztása, azon ingatlanoktól természetesen, amelyekből bevételek lehetnek a helyi közösségeknek. És emellett pedig van a törvénynek egy olyan döbbenetes rendelkezés, amely arról szól, hogy 10 éven keresztül az állami szervek továbbra is használhatják mindazokat az ingatlanokat, amelyek átkerülnek önkormányzati vagy tartományi tulajdonba, és amelyekben jelen pillanatban állami szervek működnek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok városháza esetében továbbra is ott maradnak az állami szervek 10 éven keresztül. A tartományi kormány épületének az 1/3 továbbra is legalább 10 éven keresztül ingyen és bérmentve használhatják az állami szervek. Ezek mind-mind olyan rendelkezések, amelyek egy teljes mértékben államközpontú szemléletet tükröznek, és innentől fogva a számunkra elfogadhatatlanok.